Magyarország kormánya öt évvel ezelőtt hozta létre a népi építészeti programot, mely 2019 óta a Telekilászló alapítvány lebonyolításában, a miniszterelnökség támogatásával évi másfél milliárd forintos keretből működik. A program célja, hogy vissza térítendő támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak, melyek népi építészeti értéket képviselnek. A Baranyai Pogányközség önkormányzata pályázott és 20 millió forintot nyert egy tájház létrehozására. Saját erőből nehézkesen tudtuk volna ezt a projektet végig, véghez vinni, így aztán a Teleki Alapítvány népi építészeti programjába sikerült nyertes pályázatot benyújtanunk. A teljes felújítási költség 24,7 millió volt, és ebből 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk a Teleki Alapítványtól, amelynek hát mint ahogy látszik is, meg is lett a látszatja. Rendkívül rossz állapotot örököltünk, de most egy teljesen használható, szerkezetileg is felújított épületet nyertünk. A tájházban a településen élő három nemzetiség egy-egy szobát kapna. A sváb szobát a pogányi német nemzetiségi önkormányzat rendezi be, a felajánlásként érkezett bútorokkal, emléktárgyakkal, ruhaneművel. A berendezés az a korábbi években összegyűjtött Régi német ruhák, berendezési tárgyak gyűjteményéből adódik majd. És, és hát a célunk az, hogy, hogy minél szélesebb körben megismertessük azt, hogy, hogy milyen volt a pogányi németek régi élete a három nemzetiségi szobán kívül közösségi teret, valamint ha a következő pályázat is sikeres lesz, Pajta színházat is kialakítanak a Petőfi Sándor utcai ingatlanban. A tájház belső átalakítása, aminek a nyertes pályázat megléte a feltétele, 2022 nyarára készülhet el.